Mácsai Béla nyolc éve foglalkozik szamarakkal, de nála még nem született fehér csikó, sőt a környéken sem hallott hasonlóról. Baktói tanyáján tavasztól őszig szabadon legelésznek az állatok. Ezek a szamarak egyen őshonos támogatásokban vannak részt, mivel az őshonos állatokat tovább kéne az utókornak is, hogy legyen, és ősgyöpjeink vannak, amik kimondottan ezekre vannak alapozva, hogy itt lehessen őket legeltetni, és itt lehessen őket tartani. A szamarak csapatban élnek összetartóak. Több alfajuk is ismert. Vannak köztük kisebbek, nagyobbak, szürkék, sőt egészen sötét színűek is. A fehér csacsi anyja normál szürke árnyalatú, ő is fiatal jószág, ez volt az első csikója. A szamár egy egész évig, 12 hónapig vemhes. Érdekesség, hogy a kanca még a szoptatás alatt egy-két héttel az ellés után újra vemhesülhet. Ez egy kéthetes kis szamár, most már nagyon szépen mozog, meg ez egy úgy szoktuk mondani, hogy előhasú kis szamarat nem nagyon szabad megzavarni az anyával, mert nehogy ott vagy nem neveli. Ez nagyon szépen neveli, viszi saját magával, úgyhogy szoptatja, mert a szamár nagyon kevés tejet ad. Ez óránként, vagy fél óránként szerintem egy-két decit, ha szoplik. Egy szamár 30-40 évig is elél. A kisfehérjószágnak még nincs neve, de sokáig lehet még a mácsai anya látványossága.